Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Vákonyi Mechaniknál nálunk, Híradóimban. Tehát már egy jó ideje érkezett hozzánk egy ilyen építőipari daruval felszerelt kamion. Ennek a daruját már életre keltettük külső segítség közreműködésével. Aki itt volt, azt tudja, hogy róla van szó. Köszi még egyszer. Most pedig az apróbb szorulásokat, folyásokat próbáljuk eltüntetni róla. Az egyik problémája az volt egyszer, hogy a daru nem ment. A szivattyúját én megoldottam, az elektromos gondot azt egy másik szerelő, B. Norbert, B. Kamion Will Kft. Megoldotta, a hidraulikus gondot pedig egy harmadik, mondjuk az, hogy S. Zoltán, Pest környéki lakos megoldotta. Ránk pedig vár a mechanikus gondoknak a megoldása. A talpalót félállásban nehezen tudta kieppolni, akkor kitolt a végállásig, akkor visszafele nem jött. Szétszedtük, lenyomást próbáztam, a munkaenget nincs átszakadva a karmantyú, az jól vizsgázott, nincsen átszakadva, és miután megtakarítottuk a sok retektől, mindentől a talpalónak ezt a kis hosszú csúszkás konzolát, akkor vettem észre, remélem, hogy az a baj, nem tudom, én nem próbáltam ki, majd együtt megnézik, hogy van egy ilyen kopólemez ilyen elbe behajtva, és elkezdett szépen rothadni kettő között az anyag, és támasztotta kifele szerintem. Egy olyan jó 3 mm-es retket szedtem ki belőle, flexel szépen kicsit megsúroltam fémtisztára, és mindjárt helyezzük vissza a bázisba, és akkor megnézzük, hogy utána kézzel esetleg fog-e működni. Ha vesetek egy pillantást erre a darura. Hát kicsit csúnya, de kibaszott erős. Ebben a részben nem nagyon akart menni ez a csúszka. Igazából zsír van benne, úgyhogy nem is nagyon akarom tovább takarítani, mert nem retkes. És akkor most nézzük meg, hogy amiről eddig beszéltem. A munkaenger az már ki van szedve belőle, a másikból akkor szerintem ki se fogom szedni, mert mind a kettő pár szarul ment. Fordulj meg! Látjátok, van egy ilyen rögzítő konzol belőle, és ide alulra, így látjátok, ide alulra pedig van hajtva egy ilyen kopó lemez felüttőig. És ez a lemez már egészen el volt állva, és itt a kettő réteg között körülbelül olyan 3 milliméter ilyen. Hát ez a rothadt piszkos mindenesség volt benne. Kicsit megtisztítottam, úgyhogy tegyük befele a helyére. Szaladok a kis rakarógépünkkel, és akkor be is helyezzük. A háttérben gyártások folynak, majd arra is tettünk egy pillantást később. Na, helyezzük befele. Vaskonstrukció, és akkor nézzétek meg, hogy milyen a rothadási fokozat ennél. Ez volt, hogy visszabírta húzni, volt, hogy kevésbé, már most, hogy utólag csináltam, már inkább a kevésbé volt jellemző.
az előző, amit csináltunk, az sokkal rosszabb állapotban volt. Fordulj meg! Ez a kis popolemez. Jaj! Itt is volt egy kis játék, mert nem bírtam kiszedni a csavart. Itt látjátok, hogy mennyi a rothadás. Itt is van, vagy itt tudom, hogy 2 mm ilyen rothadás, ami megemelte. A bal oldalén ennél sokkal több volt. Ezt is megtakarítjuk. Ide teszünk egy új csavart, mert hegesztő segítségével lett kiszedve. Ez egy sülyeztetve inbusz csavar volt. Itt megtakarítjuk. Kap új csavart, és akkor utána megy vissza. Meg még itt a helye is. Látjátok, itt is van egy, hát egy 1,5 mm ilyen kis levél rothadás rajta. Meg itt hátul is. Úgyhogy megpasztáltuk, utána rakom ezt. Végre itt a tavasz, élvezik a napsütést, élvezik a rothadt vasakat, az új vasakat, a szép darukat, meg a rossz darukat. Eléptünk most egy enyhén szitásra korodált platószél. Ennek az 1/4-ét megpróbáljuk kicserélni, a többi a viszonylag vállalható állapotban van, igazán szerint, úgyhogy ennek esünk neki. Távlatokban így néz ez ki. Gyönyörűen. Ennek a teherbírása úgy gondoljuk sajnálom, hogy jelentősen lecsökkent, ezért ezt a hátsó részt megpróbáljuk majd valami úton, módon kicserélni egy egészségesebb alkatrészre. Bent közben zajlik egy kis rakonzatgyártás, abból is hogy azt is lessétek meg egy kicsit. Kurva jó lesz. Egyszer. Odérünk, hogy ez is be lesz fejezve, mert vannak itt több ilyen félbe maradt projekt, és akkor most a speciális homokszóról, illetve fényező alkalmatosságot csinálja meg most itt Sanyi. Ezekre lesznek ráhúzva majd ezek a toldalékok, és akkor utána kivisszük, meg lesz egy kicsit homokkal együttve, és akkor kapja kis epoxis ezüst fényezés magára. Szóval, ha haladunk előre, akkor majd, ha lesz kedvem, akkor betekintjettek. Faragtam ezt az elrothadt szélét. Esetleg ha valaki kedvet kapna, hogy ilyen dolgot szeretne velem csináltatni, eszébe se jusson, mert biztos, hogy nem fogok vele kéne adni. Attila, te se gondolj most már ilyenre, mert szóval újra csinálunk, de nem erre, legyen lebor. Na nézzétek akkor, hogy is áll ez most. Ez a mesebeli alkatrész árulat. Ez volt a fül, hát ezt majd még ezt szépen eloldozom, meg megtakarítom, és akkor én még visszakerül, mert amúgy nem volt lötyögés. Itt vannak a mesebeli oldalsó gerendák, közben gyártás alatt van a lefogató fül. Gondolhatjátok, mekkora nagy szakító szilárdsággal és egyéb tényezőkkel bírt ez a megoldás. Ezek ki lesznek cserélve. 3 kg rothadás van rajta. Na sziasztok, utolsó fázishoz érkezett ez a DAF kamion. Büszkék is lehetünk rá. Igazából egy-két
Jól van a töltő. Berúgtam a töltőmeszkező merül lefele. Büszkék is lehetünk rá, egy-két rotodást megoldottunk rajta, egy-két szorulást úgy szintén megoldottunk rajta. Most pedig itt van a gazdája, és akkor szeretné birtokba venni, ha engedjük. De hát miért ne engednénk? Akkor esetleg darúzni kell nektek valamit, ez a fiú felrak nektek mindent. Még azt is, amit nem szeretnétek. Mindent is. Gyere, tolod csak ide Attila! Állj, guggolj le! Nem a bögyörődet akarom lekamerázni. Ja, a logót! A logódat. Bögyörődet. Na, itt kell keresni, hogyha valamivel nem birtok. Ki lett cserélve ez a kevésbé rothadt anyagra az oldala. Belevettük a füleket, nem is tudom, hogy mit mutattam, vagy mit nem mutattam. Lett új kampógyártva hozzá, illetve a hátfalat is levettük róla. Attila majd még szépen megfestegeti magának. Gyárihoz hasonló állapotba hoztuk ezt a gyönyörű rakkamiont. Szinte. Attila vélemény, elfogadható? Így kifizetve, hogy meg vagyunk mindent elvégezni. Na hát az a lényeg, hogy az ügyfél sose panaszkodjon. Igazából ettől hátrafele lett minden szétvágva, meg a gerendák is mindjárt belesünk alá. Azok a rotok. Zárt szelvények hol vannak? Ami szürke, azt tettük bele. Innentől előre fele végig. Kis alapozóval megprikkoltuk, Attila pedig majd a szint kiválasztja hozzá, amit szeretni. A tervben az van, hogy a háttérben látható Citroen típusú gépjármű az felkerül a platóra, és akkor úgy fog vele hazaszágulni. Meglátjuk, hogy ezt mennyire sikerül majd kivitelezni, ha sikerül, akkor jó, ha nem, akkor a röntfogó kanállal felteszik. Attila remélem balesetmentesen hazavitte a személyautóját. Megpróbáltuk felrakni rá, kisebb-nagyobb sikerrel, némi ellensúlyt azt követelt, megint le vagyok merülve. Hogyha esetleg akkor emelésre van szükségetek, akkor itt a sarokon vagy ebben a sarkon az elérhetőségét azt akkor felvillantom nektek, és akkor ő tud majd nektek segíteni, hogyha valami súlyt kell odét tenni, felemelni, illetve elvinni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel. Ha még nem tettétek meg, és nyomjatok egy lájkot, mert a lájkból jár egy kis apró pénz nekünk, ami motiválhat engem abban, hogy több videót csináljak nektek. A háttérben közben különböző munkálatok zajlanak. Gyártás alatt vannak itt a termékek, csak úgy távlatokban megmutatom, hogy esetleg miről is van. Szóval körülbelül egy 3 órát szántam rá, mire ezt a kis Coast Ride-t összeállítottam, megrajzolgattam, de remélem, hogy kifizetődő lesz, és akkor fogjátok jutalmazni a munkámat némi anyagi hozzájárulással. Körülbelül most egy ilyen rakoncának a... Hopp! Elárultam, hogy mi is lesz ez. Egy rakoncának így a kivágása az, mire mindent rávág. De hát nem tudom, 4-5 percet tesz igénybe.
egyet kiveszek belőle, egyet belerakok, akkor így készül a szalát. Ott már van durván vagy 8 darab, itt van durván egy pár darab, az alkatrészek már itt a szanaszét a műhelyben megtalálhatóak. Úgyhogy ez is zajlik most egyelőre itt nálunk, nálam, itt a Bákonyi Mechaniknál, aki nem tudja az elérhetőségünket, akkor az megleshetünk. Ott az vagyok én, a Bákonyi, a Mechanik pedig, amit csinálunk. Na, nyomjatok egy lájkot, és akkor puszi le benneteket, csumé!